Sziasztok! Hogy vagytok? Én már egy hónapja köhögök, és csak nem akar elmúlni, pedig már mindent beszedtem, kanalas gyógyszertől a negróig. És mégse javulok. Hamarosan itt a húsvét, ezért készítettem nektek egy ilyen videót is. Megmutatom nektek, hogy Angliába mennyibe kerülnek a csoki tojások, nyuszik és a húsvéti dekorációk. Írtam nektek magyar árakat is. Kíváncsi vagyok, hogy Magyarországon vagy bármelyik másik országban, ahol magyarok élnek, ott mennyibe kerülnek a termékek, hol olcsóbbak. Amikor először Angliába töltöttem a húsvéti ünnepeket, akkor egy kicsit meglepődtem, mikor mondták nekem, hogy el kell rejteni a csoki tojásokat és a csoki nyuszikat a kertben. Először nem is értettem, miről van szó, mert amikor én gyerek voltam Magyarországon, akkor jöttek locsolkodni vízzel vagy kölnivel a fiúk, férfiak, és ha meglocsoltak, a kezükbe nyomtuk a tojást, a nyuszit vagy a pénzt, ha családtag vagy közeli barát volt az illető. És szendvicssel kínáltuk őket. Nem tudom, emlékeztek a zsűrkenyérre, az anyukám mindig azt vásárolt húsvétra, ezt megkentük vajjal, majd szalámit vagy sonkát raktunk rá. Csemegeborkát szereteltünk rá, majd csemege vagy csípős piros aranyat tettünk rá. Természetesen volt még édes és sós sütemény, linzer és sós szezámmagos rúd, és persze üdítősör és egy kis hazai pálinka. Ki mit szeretett? Tudom, hogy már Magyarországon is ez a rejtett tojás nyúlszokás kezd elterjedni, mert a húgom gyerekei már ezt csinálják. Azt mondta, hogy a családon belül még meglocsolják a férfiak a nőket, de a barátok, osztálytársak vagy vadidegenek nem csengetnek már be. Thank you.
Szerintetek melyik a jobb, amikor meglocsolnak a családtagok, barátok, osztálytársak, munkatársak, egy szóval boldog-boldogtalan meglocsol, vagy csak a családtagok és a gyereketek pedig megkeresi az elrejtett tojásokat, nyuszikat. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, és arra is, hogy ti hogyan ünnepelitek a húsvétot. Természetesen majd készítek egy olyan videót, hogy mi így készítünk a húsvétra, de ebben a videóban inkább főzés-sütés lesz, esetleg egy pár perces házi dekoráció, mivel hogy mi nem ünnepeljük a húsvétot, nincsen gyerekek, nincsenek családtagok itt, szóval nem ünnepeljük úgy a húsvéti ünnepeket, mint otthon ünnepeltünk régen. Szerintem már ennyi volt. Köszönöm, hogy itt voltatok velem. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Vigyázzatok magatokra!